Sok szeretettel köszöntöm Torockai Lászlót, a Mi Hazánk mozgalom elnökét. Én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Az első kérdésem, ezzel fejeztük be az előző beszélgetést, vírus, védettségigazolvány. Miért ennyire fontos a Mi Hazánknak a védettségigazolvány elleni fellépés? Ugye ezt a rendezvényt is úgy hirdette a párt, hogy ide lehet jönni oltási könyv nélkül is, ugye kicsit így a kutyák oltási könyvére hajazva, de valójában ugye ezt védettség igazolványnak hívják. Miért ennyire fontos ez ellen a fellépés? Először is szeretném mindenkinek megköszönni, hogy volt olyan bátor és idejött úgy, hogy nem néztük meg, hogy van-e védettségi vagy oltási igazolványa, vagy nincs, és köszönöm mindenkinek, hogy az elmúlt egyesztendőben is kitartott ezen az úton, ahol haladunk a Mi Hazánk mozgalommal. Mert azért én azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül azzal, hogyha azt mondom, hogy az eddigi 43 évem alatt ilyen furcsa évet még nem éltünk át, és hát nem csak Magyarországon, hanem az egész világon nagyon furcsa helyzet állt elő. És az elsőként mondtam még tavaly, tavasszal ott néhány videómban föl lehet ezt leelni, hogy ez a vírus ez nem természetes eredetű vírus. És ugye ezért kaptam mindenhol letiltást, meg természetesen leidiótáztak, meg azt mondták, hogy maradjon a, a suster a kaptafánál. De hát nyilván én ezt azért nem a saját fejemből csak úgy találomra mondtam, hanem azért, mert egyrészt folyamatosan szakemberekkel egyeztetek, akik nem fognak úgy kiülni vagy napvilág elé állni ezekkel az információkkal, mint én magam. De az első pillanattól kezdve azt mondták, hogy ez egy nagyon furcsa vírus. Tehát az, amit az elmúlt egy is hallottunk itt Magyarországon, az szerintem még valószínűleg ráadásul még a választások előtt ki fog majd azokról az információkról derülni, hogy nem egészen úgy van. Ezen a héten, most néhány nappal ezelőtt éppen attól hangos a világsajtó, hogy még Joe Bidennek, a Donald Trump utáni amerikai elnöknek is el kellett azt ismernie, hogy az amerikai hírszerzési adatok alapján ez egy laboratóriumi vírus, és ugye a Wuháni Virológiai Laboratórium munkatársai, ugye éppen két nappal ezelőtti hír, már 2019 novemberében a koronavírus a kapcsolatos megbetegedéshez kísértetésen hasonló tünetekkel kerültek kórházba. Ez ugye azt valószínűsíti, két dolgot valószínűsít, az egyik, hogyha hinnünk kellene az amerikaiaknak, akkor azt valószínűsíti, hogy abból a laboratóriumból származik, illetve az is következik ebből, hogy baleset történt. Ugye ez fontos, mert az általam megkérdezett virológusok és szakemberek, ugye fő, főként szegediek a Szegedi Klinikán és ottani kutatóintézetben dolgozó szakemberekről beszélünk. Egyébként ez azért fontos, mert például Karikó Katalin is ugye ott tanult Szegeden. Ők például azt mondták az első pillanatok kezdve, hogy egy nagyon instabil szerkezetű vírussal állunk szemben. Olyan instabil, hogy például az influenzánál alapesetben évente találnak mutációt, még mondjuk az egyéb koronavírusoknál, láthatatkozó koronavírusoknál mondjuk fél évente, itt pedig akár hetente is mutálódhat. Ugye éppen ma reggeli hír, hogy most már van a vietnámi mutáns is, ugye ez a brit és az indiai mutáns keveréke. Tehát egészen fura ez a vírus, és ugye ha igaz lenne az, amit az amerikai hírszerzés a héten bejelentett, illetve Joe Biden is ez asszisztált, és ugye ez egy azért nagyon fontos bejelentés, mert hogyha a világ fő cenzora, a Facebook, kijelentette tegnap, hogy mostantól nem törlik és nem tiltják a Facebookon azokat a bejegyzéseket, amelyek arról szólnak, hogy ez egy laboratóriumi, tehát mesterséges vírus, akkor ez azt jelenti, hogy valami nagyon komoly dolog van a háttérben. És természetesen a kínaiak azonnal, ugye a kínai külügyi szóvívő azonnal reagált, és azt mondta, hogy amerikai laboratóriumból ered. Most szerintem minket, magyarokat elsősorban az kell, hogy érdekeljem, hogy fejezzék be az ilyen típusú kísérleteket. Az elmúlt években és jelenleg is zavartalanul kísérleteznek rengeteg amerikai és kínai laboratóriumban, tehát majdnem mindegy, hogy most melyik ország laboratóriumából származik, olyan vírusokkal, amelyek nem humán vírus típusúak, viszont humán vírussá alakítják át őket. Tehát szerintem van elég kórokozó ma is, amely az emberiséget megtámadhatja. Miért állítanak elő ilyeneket? illetve hogyha elő tudnak ilyeneket állítani, akkor megvan az a veszély, hogy előbb-utóbb valahogy az vagy elszabadul, vagy rászabadítják az emberiségre. És hogyha eddig ez nem jutott eszébe bizonyos csoportoknak, látva azt, hogy ez a pandémia hogyan alakítja ki az új világrendet, akkor legközelebb majd már szándékosan fognak ilyen vírusokat az emberiség ráereszteni. Szerintem ezekkel lenne foglalkoznia itt Magyarországon a kormánynak, is ugye a héten tettünk egy ilyen javaslatot, hogy Magyarország kezdeményezze az ENSZ-en belül, legyen Magyarország úttörő a világon. Szerintem nagyon sok ország, aki most tönkre megy a koronavírus miatt, támogatná ezt a javaslatot, hogy tiltsák be az ilyen típusú laboratóriumi kísérleteket, hogy legalább a jövőben, ne fenyegesse ilyen az emberiséget. Úgyhogy, hát ebből kiindulva nyilván van egy, Szabolcs, van egy határozott véleményem az igazolványról is, az már csak a, a szomorú magyar valóság, hogy ezt Magyarországon is úgy sikerült megvalósítani, egy olyan cég, ugye ez a régi állami nyomda, ez az AN nyomda, biztonsági nyomda, RT, olyan cégre bízták ennek az igazolványnak a nyomását, amely Nek egyrészt a tulajdonos a Gyurcsány Ferenc egykori üzlettársa, másrészt pedig tíz éve tömik tele közpénze, közpénzzel a Fideszes kormányok. Tehát megint csak azt mutatja, hogy mekkora szükség van a harmadik útra. Hogyha képesek még ezen a járványhelyzeten, vagy a koronavírus helyzeten is ennyi korrupciós pénzt zsebre tenni Fideszesek, illetve baloldaliak, bal balivalások, akkor azt mutatja megint ez a helyzet, hogy mekkora szükség van ránk a harmadik útra. Tíz hónap van, tíz hónap van hátra, ugye? jövő év áprilisában lesznek a választások. Most az elmúlt időszakban két közvéleménykutatás is 4%-ra hozta ki a mi hazánkat. Nem lesz ez kevés? Nem lesz elvesztett vagy elvesztegetett szavazat a mi hazánkra adott szavazat? Hát nézd, Szabi, hogyha én a közvéleménykutatási kutatási adatokból indulnék ki, akkor 25 évvel ezelőtt már eleve el se kezdtem volna a politikai pályafutásomat, ugyanis azok a pártok, amelyeket, vagy amelynek a szekerét én toltam, akár a mi ép, akár a jobbik, és akár most ugye a mi hazánk esetében ezeket a pártokat nyilván azért, mert ugyanazt az ideológiát, ugyanazokat az elveket képviselték, egykor nyilván jobbik még létezik, de ezt inkább hagyjuk, hogy mi lett belőle. Szóval, hogyha én én valaha hittem volna ezeknek az eredményeknek, vagy ezt tényleg nagyon komolyan vettem volna, vagy én tényleg ezt néztem volna, akkor nyilván már régességen abbahagytam volna a politizálást, hiszen általában nem, hogy alul mérték ezeket a pártokat, hanem 1-2 százaléknál többet soha nem adtak ezeknek a pártoknak. Aztán a, a Miép az 5,5 százalékkal jutott be, 98-ban a parlamentben, hogy akkor is 1 százalékot mondtak neki, a Jobbik az pedig úgy lett aztán 17 százalékos párt, hogy 2010 előtt hogyha 2%-nál többet mértek a jobbiknak, akkor, akkor már mindenki meg volt lepődve, hogy úristen, hogy megerősödött a jobbik. Ugye én még emlékszem erre az időszakra, 2010 előtti időszakra. Ugye mi most ezt éljük át. Hát ugye imádom, amikor elmegyek egy, egy valamilyen TV stúdióba, és akkor azzal kezdi mindig a riporter, hogy hogy hát úgy tűnik, hogy ugye egy százalékos pártot vezetek, hogy erre, erre, nincs igény Magyarországon. Hát mindig elmondtam, hogy soha az életben nem voltunk egy százalékos párt. Tehát ahogy megalakultunk rögtön, 3,3 százalékkal nyitottunk ugye az európai parlamenti választásokon, az önkormányzati választásokon pedig olyan 5,2 volt a megyék szerinti átlageredményünk. Hát ugye ez az objektív mérés. Tehát ezt nem egy, egy ellenérdekelt párt rendeli meg, mint ugye ebben az esetben például az IDEA intézet mögött DK-s, illetve Jobbikos körök állnak, tehát nyilvánvalóan nem a barátaink állnak mögötte. De hogyha ők minket most már több hónapja 4%-ra mérnek, az nagyon-nagyon jót jelent, mert 1-2%-ot mértek nekünk, amikor 3,3-at, illetve 5,2-t kaptunk a választópolgároktól. Ha ebből indulok ki, akkor most a valós támogatottság olyan 8% százalék körül lehet, ami egyébként szerintem a mai helyzetben már jónak mondható egy relatíve új pénznélkül működő parlamenten kívüli párt esetében. Szerintem ez már egy nagyon biztató, hogy, hogyha 8 százalékon állunk. Egyébként pedig hagyd tegyem azt hozzá, hogy azért sem nagyon szoktam görcsölni ezeken az eredményeken, egyrészt mert, mert, mert nem rólam szól a mi hazánk mozgalom, tehát nem az én személyes karrierem vagy pályafutásomról szól. Én most is nagyon jól ellennék a, a tanyámon, éppen a kutyámmal bilkoztam még, még ma reggel, és nagyon hiányol engem, mert nagyon ritkán lát. De, de hát az a helyzet, hogy, hogy én ezt a hazámért teszem. Tehát, hogyha a hazámnak szüksége van arra, amit a Mi Hazánk Mozgalom képvisel, akkor ott leszünk a parlamentben, akkor egyszer majd kormányozni fogunk. Ha nincs szüksége arra, amit mi képviselünk, akkor, akkor, pedig elköszönünk a politikától. Én ezen nem görcsölök, hogy éppen hogy áll a Mi Hazánk Mozgalom. De ha már, ha már azt is megkérdezted, hogy esetleg elveszett szavazat lehet-e a mi hazánkra adott szavazatból, de akkor azt gondolom, hogy minden szavazat elveszett szavazat, ami nem a mi hazánk mozgalomra fog érkezni. Nyilván ez most ilyen párt sovinista szövegnek tűnik, de megvan az oka annak, hogy miért mondom ezt. Azért mondom ezt, mert ha megnézitek az elmúlt tíz év kormányzását, akkor azt látjátok, hogy van egy-két pozitív fejlemény. Tehát mi ugye az a unorthodox párt vagyunk, amely képes azt is elmondani, hogyha egy ellenérdekelt pártnak van egy jó intézkedése. Számunkra tényleg a nemzet és a haza a legfontosabb. Például azt látjuk, hogy relatíve mondjuk a népesedési mutatók most jobbak, mint a gyurcsány vagy a bajnai vagy bármilyen balliberális kormány alatt. De azért, hogyha. Jobban megnézzük közelebbről azokat a népesedési mutatókat, akkor azt látjuk, hogy a, a, a több megszületendő magyar gyermek, én azt gondolom ennél fontosabb egyébként nem lehet Magyarország számára, hogy minél több magyar gyermek szülessen, hogyha azért nagyító alá vesszük, akkor, akkor azt is látjuk, hogy szépen hangzik az, hogy a migránsoktól ugye megvédi ez a kormány Magyarországot. De hogyha azzal is tisztában vagyunk, hogy 2020-ban a Magyarországon megszületett csecsemők, mekkora része, hány százaléka cigány csecsemő, akkor majdnem mindegy nekünk egyébként, hogy szomáliaiak mennyien jönnek be az országba, vagy mondjuk nem tudom Szíriából mennyi, mennyien jönnek be az országba. Ez a Magyarország nem olyan ország lesz mondjuk 10-15 év, vagy akár 20 év múlva, mint amit mi Magyarországnak nevezünk. Ez nem lesz Magyarország független attól, hogy hány migráns jön át az ásotthalmi határkerítésen, mert egyébként most éjszaka is arra ébredtem föl négy órakor, még mérgelődtem is, mert tudtam, hogy ma ide kell jönnöm, hogy megint migránsokat kellett üldözni, mert pont az én kerítésem mellett akartak megint bejönni. Tehát hiába küzdünk mi ott, hiába dolgozunk mi ott ezen, és hiába védjük ott a határt a magyar kormányjal egyébként együtt, mert nyilván ebben egyébként egyetértünk, hogyha egyébként egyrészt nyugat felől az jön be, aki akar, Akár mondhatnám azt is, hogy a román-magyar demarkációs vonal vagy gúny határon nincsen kerítés, tehát ott is bejöhetnek, csak ugye az nem jelenik meg a hírekben, mert arról nem tudunk. De ennél sokkal nagyobb probléma az, hogyha még egyszer mondom a demográfiai népesedési folyamatot megnézzük, akkor az a gyarapodás, ami a megszületett csecsemők számát illeti, abban sajnos jelentős számban ma sem magyar csecsemőkről beszélünk. És hogyha még ehhez hozzáteszem azt, hogy az a gazdaságpolitika, amit az elmúlt tíz esztendőben a Fidesz kormány csinált, az gyakorlatilag semmiben nem különbözik a balliberális kormányok nemzetgazdasági elképzeléseitől, mert miről szól jelenleg, sőt, tovább megyek, a pandémia, a koronavírus helyzetben Miről szól a kormánypolitikája? Kik kapták a legnagyobb támogatásokat ma a koronavírusra hivatkozva Magyarországon, amikor egyébként az államadóság szintje az 1995-ös szintet meghaladja. Tehát amikor jött a Horn kormány, jött a bokros csomag, nem tudom, emlékeztek rá. Tehát most ott tartunk, az fog jönni, az lesz most a választások után. És ráadásul az államháztartás hiánya a soha. Tehát az nem, hogy a bokros csomag idején, soha nem volt még. Akkora. A deficit soha nem volt akkora, mint most. Tehát gyakorlatilag csőt közeli helyzetben van Magyarország. Nyilván a választások előtt ez nem fog kiderülni az átlag magyar állampolgár számára, mert nem fogják most megfelezni mondjuk a nyugdíjakat a választások előtt. De majd figyeljétek meg, mi lesz itt a választások után akár a Fidesz marad így kormányol, ahogy most van, vagy akár jönnek a balliberálisok. Tehát sok jóban ne reménykedjünk, mert mind a kettő kormány a multikat részesíti előnyben, és most is kikapták a kártalanítást, a Mercedes, meg az Audi. Tehát most is ők kapták a legnagyobb összeget a koronavírusra hivatkozva. Nem a magyar kis és közepes vállalkozások, vagy nem a magyar gazdák. Hozzányúltak a, a vidékhez, hozzányúltak ahhoz, hogy Magyarország ezer éve egy agrárország, hogy Svájc lehetnénk, annyi bevételt tudnánk termelni, hogyha a mezőgazdaságunk működne, és arra feldolgozó ipart építenénk? Hát a 90-es évek óta erről beszélünk, mi nemzeti radikálisok. Megvalósította ezt a Fidesz? De hogy annyiban különbözik a balliberálisoktól, hogy az elmúlt tíz évben a saját nagybirtokos rétegét, mint Brazíliában megteremtette. Csányi Sándorral, Mészáros Lőrincsel és a többiekkel és ettől Magyarország meg fog menekülni, nem fog megmenekülni. Ezért mondtuk mi azt, hogy ha jönnek a balliberálisok, akikre szót sem érdemes vesztegetni most, akkor az egy nagyon gyors nemzet halál, mert akkor a gazdasági katasztrófa mellé még jönni fog egyébként az, hogy kötelező lesz majd a genderoktatás az óvodásoknak. Tehát az egy nagyon gyors nemzet fog eredményezni. Ha marad ez a Fidesz kormányzás, akkor az egy lassabb nemzet Míg hogyha mi bejutunk bármilyen eredménnyel a parlamentben, tehát hangsúlyozom bármilyen eredménnyel, ezért sem érdekel, hogy egyébként az IDEA intézet 4%-ra mér minket. Ez nagyon jó, mert ez azt jelenti, hogy parlamenti párt vagyunk. Ez azt jelenti, ha ők 4%-ot mondanak a DK-sok. De teljesen mindegy, innentől kezdve, hogy hány százalékkal jutunk be a parlamentbe. Ugyanis olyan a, a politikai matematika jelenleg, hogy ha mi bejutunk, akkor valószínűleg sem a Fidesz, sem a balliberálisok nem fognak tudni zavartalanul kormányozni. Hogy ez mit jelent, ezt most nem pontosítanám, de például az, hogy nem lehet kétharmad. Tehát az garantált. Szerintem ez a kétharmad, még ha a fideszesek is a, a szívükre teszik a kezüket, akkor elismerik, hogy ez nem tett jót még a Fidesznek sem. Ez a fajta gőg, ez a fajta túlhatalom, ami a Fidesz kezében van, ez gyakorlatilag még azokat az embereket is torzította, akik egyébként is kicsit torzak voltak. Mondjuk nem akarok már, meghalt Endi Vajna, nem akarok mondjuk Vajnáról, meg a többi, Fidesz által felépített Széchenyi grófnak hazudott magyar tőkésről beszélni. Hát azért ők nem Szécsényi grófok, ugye? Azért Mészáros Lőrinc is egy picit azért távol áll egy Széchenyi gróftól. Szóval, szó szóval azt kell, hogy mondjam, hogy ez a kétharmad nagyon rosszat tesz még a Fidesznek is, nem hogy Magyarországnak. Ha bent van a mi hazánk, akkor tudjuk azt elérni, még akkor is, hogyha nem kormányzunk azonnal, bár szerintem akkor a következő választásokon már akár kormányozhatunk is, mert olyan négy év lesz most a választások után, többek között a koronavírus helyzet és egyéb miatt is katasztrofális lesz a következő négy év. Nagyon nem is bánom egyébként, hogy, hogy még mondjuk esetleg, hogyha nem mi kormányzunk 22-től, 26-tól viszont mi kormányozhatunk, de 22-től rá tudjuk kényszeríteni. A magyar kormányra, bármilyen összetételű magyar kormányra, az akaratunkat. És ez a lényeg. Ez a lényeg. Mert minden olyan intézkedést, minden olyan törvényjavaslatot tudunk támogatni, ami jó a magyarságnak. Én ezt is ezerszer elmondtam, mi nem beszélünk mellé. Múltkor is megkérdezték tőlem is egy interjúban, Dúró Dórától is megkérdezték, azt hiszem egy 8. kerületi lap megkérdezte egy interjúban, hogy hát hogyan akarjuk ezekkel a, nem tudom, programpontokkal a cigánságot képviselni. És sehogy. Sehogy. Tehát a cigányoknak is van pártja, érdekvédelmi szervezete. Én a magyarokat akarom képviselni. Nem érdekelnek mások. És ezt senki nem mondta ki az elmúlt néhány évtizedben. Egy magyar politikai párt elnöke nem merte kimondani. Engem csak a magyarok érdekelnek. És tudjátok, miért nem ezt ennyire kimondani? Mert szerintem tíz évünk van arra, hogy megmentsük a hazánkat. Utána népesedési és gazdasági és egyéb szempontból késő lesz. Tíz évünk van. De most még mi magyarok kétharmadot tudunk szerezni. Még mi vagyunk a többség. Igaz, hogy kicsit idősödtünk, már én se 20 éves vagyok, de még mi vagyunk többségben. De tíz év múlva már nem így lesz. Nekünk most kell kimondani azt, hogy mi magyar Magyarországot akarunk. És egyébként az a, mondjuk Rácz Béla, török cigány politikus, aki azt mondta, hogy igenis a mi hazánknak igaza volt. Hát szegényt le is váltották aztán a cigányok. De az a cigány, aki azt mondja, hogy igen, igen, a mi hazánknak igaza van, és ő is magyar érzelmű, és tényleg őszintén szereti ezt a hazát, és azt mondja, hogy háborúba jönne velünk, hogyha megtámadnák Magyarországot, hogy megvédje, az a cigány ember is jöhet velünk ezen az úton. De az a cigány, akinek büdös paraszt a magyar ember, aki fölépítette ezt a hazát, aki kiharcolta itt a Kárpát-merencében, hogy ez magyar Magyarország legyen, aki így beszél a magyarokról, azzal nekünk semmi dolgunk nincsen. Azok a magyarság ellenségei, és azokkal most a következő években kell lerendeznünk a számlát, és most kell visszavenni a magyaroknak végre az irányítást. És mit, mit kezdene a mi hazánk a cigányokkal? Tehát ugye már van cigány program is, hogyha jól tudom. Tehát a mi hazánknak már van cigány programja van programunk, méghozzá elérhető a mihazánk.hu per cigány program néven, vagy címen. Hát, hogy mit kezdünk velük, nem De az a kérdés, hogy ők mit kezdenek majd velem. Most éppen megint ásotthalomra készülődnek. Ugye Lakatos Gusztáv bejelentette, hogy mivel ugye Jászapátira készülünk, ahol félhortra vertek egy idős magyar nyugdíjast, életerős fiatal cigányok, csak ugye ez nem nagyon jelenik meg a hírekben, tudjátok, hogy van ez. Erről nem beszélnek. Csak ha valaki úgy állandóan járja az országot, és ott van az emberek között, mint én, akkor látja, hogy mi a magyar valóság. Hogy mi van ma Magyarországon, és már nem csak vidéken, szinte mindenhol. Mondjuk Ásotthalmon nem. Ásotthalmon rend van. De hogyha például eljönnek ezek a cigány bűnözők ásotthalomra, akkor én biztos, hogy oda megyek hozzájuk. Ha ezren lesznek, akkor is oda megyek egyedül, és el fogom nekik mondani, ha, ha, ha hagynak ugye beszélni, de el fogom nekik mondani, hogy szerintem eltévesztettétek a házszámot. Tehát nem ásotthalomra kell jönni torockai ellen demonstrálni cigány bűnözőknek, mert ásotthalmon rend van, béke van és tökéletes közbiztonság. Vannak bűnözők, most is a tech el az egyiket egy román cigány társadalomról, figyeltük már egy ideje, tíz évig nem jön haza, mert ő volt az egyik, aki benne volt az ember maffiában. Tehát vannak bűnözők, csak mi ezeket elkapjuk és rács mögé juttatjuk. Tehát nem ásotthalomra kell jönni, Ásatalma nincsen probléma. Menjenek ezek a cigány politikusok, cigány bűnözők azokra a településekre, ahol probléma van. Ahol égig ér a szemét, ahol megtámadják a munkában megfáradt idős magyarokat, ahol nem mernek elmenni nyaralni a dolgozó magyarok, mert kifosztják a házukat, nem hagyhatják ott, ahol a magyar ember, aki az egész életét végig dolgozta, fölépítette kinkeservesen a házát, az ingatlanát, három forintot nem kap most az ingatlanáért, a kedves szomszédai miatt oda kell elmenni. Ott kell rendet csinálni. Ahol én vagyok a polgármester, ott minden rendben van. Ott épül a fejlődés, ott tegnap, tegnap adtunk át egy 200 millió forintos magánberuházásból, mert a kormány valahogy ilyeneket nem sűrűn támogat, magánberuházásból 200 millió forintból egy kézműves pékséget 25 embernek munkahelyet létesítettünk. Ez tegnap volt Ásotthalmon. Tehát ásotthalmon minden működik. Mi azt csináljuk, amit, amit a Viradat programban, országos programban megfogalmaztunk. Újjáépítjük Magyarországot, és kőkeményen, kőkeményen lecsapunk a bűnözőkre, legyen az politikus, politikus bűnöző, vagy cigány bűnöző. A programunkról szerintem most nem lesz időm részletesen beszélni, mármint a cigány programról sem, mert olyan komoly programot írunk közösen önökkel veletek, de az a helyzet, hogy csak hagyj emeljek ki ebből egy olyan elemet, amit még soha egyetlen egy párt nem fogalmazott meg rajtunk kívül. Vagy nem mert, vagy, vagy nem gondolták komolyan azt, amit csinálnak. Én nagyon komolyan gondolom. És azt gondolom, hogy meg is fogjuk tudni valósítani ezt a programot. Például ennek a programnak van egy olyan eleme, hogy családtervezési hatóság. Családtervezési hatóság. Ugyanis véget, véget, kell vetni annak a fajta teljesen felelőtlen népesség robbanásnak, ami a cigánság köreiben van évtizedek óta. És ami részben meg vannak napjaink nekünk, magyaroknak. Ami ugye a másik az az elvándorlás, hogy, hogy olyan politikai rendszer van Magyarországon, hogy innen elmennek a magyar dolgozók, nem csak a fiatalok, a dolgozó magyarok, az értékes magyarok elmennek. Ezt meg kell állítani. A családtervezési hatóság az olyan innováció a mi programunkban, amit még soha semmilyen, még nemzeti radikális párt sem fogalmazott meg. Ennek az a lényege, hogy meg kell akadályozni azt, hogy 15-16 éves gyereklányok szülnek, például a körében, és ez egyfajta modell. És utána csodálkozunk, hogy azoknak a gyerekeknek egyébként esélye sincsen beilleszkedni utána a magyar társadalomba. Akit az utcán úgy az utca nevel fel, tehát a, a, az kell, hogy mondjam, hogy szülők nélkül nőnek fel, és már bűnözők, 18 évesen már kőkemény bűnözők. És ezt meg kell akadályozni, és igenis el kell magyarázni. Volt olyan polgármester, én még emlékszem, amikor még, még jobbik alelnöke voltam, volt olyan polgármesterünk, és egyébként én magam is ezt tudom alkalmazni ásotalmon, jelenleg is egyébként ez működött az elmúlt tíz évben is. Volt olyan jobbikos polgármester, aki, aki ezt egyébként kicsiben, ugyanúgy, mint én a viradat programot elkezdte megvalósítani ellenzékből. És képzeljétek el, hogy működött. Tehát leült, azokkal a a cigányasszonyokkal, leült azokkal a, a cigány, a, a cigány lányokkal, akik egyébként még egyszer mondom, még nem felnőttek, és elmagyarázta nekik a például azt, hogy egy családot azt ugye azért érdemes megtervezni. Tehát ne csak úgy a vakvilágban őjenek föl a gyerekek, és a többi, és a többi. Vagy akár elmagyarázták nekik a fogamzásgátlást, hogy mondjuk uh, hogyan működik. Uh, sőt, uh, volt olyan önkormányzat, ahol, ahol anyagilag támogatták a spirál felhelyezését. Lásd csodát, sorbáltak érte cigányasszonyok vagy cigánylányok. Akinek már mondjuk nyolc gyereke volt, azt mondta, hát ő nem akar még tizet. És működött. Ez működött, ezt országosan is meg kell valósítani. Persze, persze lesz majd háborgás, lesz majd liberális nyavajgás, meg jaj, hát milyen szörnyű dolog már, miket akar ez a torockai, nekem nem érdekel. Nekem a hazám érdekel, a magyarság sorsa érdekel, és ebből a szempontból, a saját hazám szempontjából igenis erre szükség van, hogy egy normális, élhető és magyar Magyarország maradjunk a jövőben is. Úgyhogy én mindenkinek azt ajánlom, hogy olvassa végig a cigány programunkat, természetesen minden támogatást, minden támogatást munkához kötünk. Tehát nincs megélhetési gyerekgyártás. Ez nem család, ez nem a családról szól, ez nem a gyermekekről és nem a szeretetről szól. Azt mi nem támogatjuk. Amit itt a 90-es évek óta minden kormány támogat, sajnos jelenleg a Fidesz kormány ugyanezt csinálja. Olcsó szavazatokat látnak a cigányságban. Olcsó szavazatokat. Néhány konzerv, és akkor a cigány vajda hozza a száz szavazatot. Ez ma így működik. Ad Adják-veszik. Mi vagyunk az egyetlen párt, aki ebből nem kér. Mi ebből nem kérünk. Mi csak olyan emberek szavazataira számítunk, akik pontosan tudják, hogy mire adják a voksukat. És ezt akarják támogatni. Ugye a választásokat nagyon sok esetben a bizonytalanok döntik el. Ez egy nagyon jelentős választói réteg, akik mondjuk lehet, hogy csak ott a szavazó főkébe dönti el, hogy kit x -el be, vagy mit x be, de. Tehát nem egy kiforrott politikai vélemény alapján megy el szavazni, ha elmegy egyáltalán. Őket hogyan fogja megszólítani ebben a tíz hónapban a mi hazánk? Elérhetők-e ők a mi hazánk számára? Pláne úgy, hogy amint látjuk a Fidesz előszeretettel lopja el a, a mi hazánk témáit. Ugye ez a pedofilellenes ellenes törvénycsomag, ez egy az egyben szinte másfél-két éves mi hazánkos javaslatokat tartalmaz amit e, ugye a tápióságon, például egy pedofil háza előtt tartott tüntetésen elmondtál, az most benne van Kocsis Máté javaslatcsomag, vagy törvény javaslatcsomagjában. E, lesz elég, lesz elég muníció megszólítani a bizonytalanokat, illetve lesz olyan, amit talán mondjuk ezt a cigány témát nem hiszem, hogy el fogja lopni a Fidesz, mert neki azért nagyon sok cigány szavazója van, de, de lesz-e még olyan, amit nem tudnak ellopni? Hát a cigány programunkat a senki nem fogja ellopni, tehát ezt nagyon jól látod, Szavi, nem fogják. És egyébként olyan elképesztően undorító a politika Magyarországon, egyébként szerintem mindenhol, de Magyarországon egészen, egészen elképesztő, hogy tényleg sokszor úgy érzem, hogy, hogy olyan szélesen kiszállnék ebből az országos politikából, de, de ameddig ez így megy, meg ameddig a magyar emberek itt állnak mellettünk és mögöttünk, meg, meg itt vagytok ti is, addig, addig, addig nem szállhatunk ki. Hát egészen elképesztő megint, amit a Fidesz ezzel kapcsolatban csinál. Mi évekkel ezelőtt kezdeményeztünk, rögtön a megalakulásunk után kezdeményeztünk egy törvényjavaslatot a pedofil bűnözőkkel kapcsolatos törvények szigorításának céljával. Ugye ez volt egyébként a mi javaslatunk, amit most a Fidesz elvileg megvalósít, hogy kerüljenek nyilvános adatbázisba. Nagy ívbe teszek az emberi jogaikra. Nem érdekelnek a pedofilok emberi jogait. Teszem hozzá a bűnözőké sem, a bűnözőké sem általában. A pedofiloké meg főleg nem. És tudjátok miért? Azért nem, mert én a gyermekeink jogait mindenek előtt, mindennél fontosabbnak tartom. Tehát azért, ha abba belegondoltok, hogy az utcánkban lakik egy pedofil bűnöző, és mi nem tudunk róla, és a gyerekeinket kiengedjük a játszótérre, akkor nekünk igenis jogunk van az, hogy tudjuk, hogy a játszótérre szemben egy pedofil, visszaeső bűnöző lakik, mondjuk. Hát ez a, egyszerűen a gyermekeink védelmében létkérdés. És amikor mi ezt a javaslatot betettük, az állítólag elképesztően rendkívüli módon családbarát Fidesz ezt lesöpörte az asztalról. Nem akart vele foglalkozni vajon miért foglalkozik most a Fidesz vele? Ugye a Fidesz szavazók, meg hát itt a nemzeti oldalon is nagyon sokan, akik a Fideszre szavaznak, elfelejtenek néhány dolgot. Például elfelejtik azt, hogy miért is szavaznak ugye a Fideszre. Hát azért szavaznak mondjuk a Fideszre, mert ugye Soros. Ugye? Hát a Soros egy gazember egyébként. Na de ugye mondok erre egy másik nevet azoknak, vagy mondjátok légy szíves, ti is arra kérlek benneteket, aki a környezetetekben a Fideszre akar szavazni. Mondjatok a soros név mellett egy másik nevet, ami egyébként sokkal hatalmasabb név, mint soros. Rothschild. Mondjátok ezt a nevet, hogy Rothschild. készítettem egy videót erről, hogy az új világrend a koronavírus árnyékában hogyan alakul ki, és a rothschild -ok hogyan ágyaznak most meg például a kínai tőkének. 1834 óta a Rothschild család intézi a kínai befektetéseket Európában. Hopp, erről se tudott eddig senki. Tehát ezt legyetek olyan kedvesek, mondjátok el a Fidesz szavazóknak, hogy oké, okay, Soros, gazember, rendben van. Mi van Rócsilda? Csak azért, mert Szijártó Péter, a nemzeti radikális Szijártó Péter, külügyminiszter, külgazdasági külügyminiszter éppen most februárban ült le Párizsban a Rothschild család képviselőivel, és írta le egy olyan megállapodást, amit mi nem ismerhetünk meg. Nem tudjuk, hogy pontosan mi, mi szerepel benne. Azért ez is elég kemény dolog, nem? Mégiscsak a jövőnkről van szó. Én egy picit erről többet tudok, mint amit nyilvánosságra hoztak belőle. Hát ennek a megállapodásnak része az, hogy azoknak a gigahiteleknek, amiket most Magyarország felvesz a koronavírusra hivatkozva, azokat a gigahiteleket, azokat majd a Rothschild család, fogja majd finanszírozni, mármint azoknak a visszafizetését. Ugye mindenki tudja, ez nem azt jelenti, hogy a rócsildok a magyarság szeretetétől vezérelve saját pénzükből visszafizetik például a kínai hiteleket. Amit mondjuk a Fudán Egyetemre most egy ilyen cirka 5-600 milliárdot a mi nevünkben fölvesz most a magyar kormány Kínától. A rócsildok fogják visszafizetni, nem tudom, ezt tudjátok-e. Magyarul mi magyar adófizetők nem is Kínának fogunk majd tartozni, hanem a rócsild dinasztiának. Jaj, de jó lesz nekünk magyaroknak. De a lényeg, hogy Soros az benne van az M1 híradóban. Ezt azért kérdezzétek meg a fideszesektől. Vagy, vagy hát, hogyha most itt tényleg végigmennék, hogy mit tudnak tőlünk még ellopni, hát sok minden, csak mondjuk ez a pedofil javaslat. Örülünk neki. Parlament elé kerül, meg is szavazzuk. Támogatjuk. Igenis, listázzuk a pedofilokat, legyen nyilvános bárki által hozzáférhető nyilvántartás róluk a gyermekeink védelmében. Csak ezzel megint van egy kis bajom. Akkor, amikor a Fidesz lesöpörte az asztalról, akkor mutatta az igazi arcát. Amikor a mi hazánk ezt három éve kezdeményezte. Az az igazi Fidesz, akit ez nem érdekelt. Mi nem azért terjesztettük eléjük, mert politikai hasznot reméltünk. Nekünk nincs közelen kutató cégünk, nem mérjük fel, hogy melyik javaslatnak milyen a támogatottság a magyar lakosság körében. Azt terjesztjük a parlament elé, amiben hiszünk, hogy jó a magyarságnak. Mindegy, hogy népszerű lesz, vagy nem lesz népszerű. A Fidesz ez nem érdekelte, a magyar gyermekek nem érdekelték. Most azért karolta föl és teszi sajátjává, nem először. Ez történt a határkerítéssel, ez történt a migrációval. Addig, amíg én ott egyedül védtem néhány ásotthalmi önkormányzati mezőrünkkel a határt, addig ez nem érdekelte a Fideszt. Amikor rájöttek, hogy a torockai kerítés ötletét a magyarok 85%-a támogatja, akkor tették a politi politikájuk részévé. Ez az igazi Fidesz. Tehát aki a Fideszben bízik és azt gondolja, hogy ez majd megmenti Magyarországot, az egyébként rettenetes magyar gyűlölő balliberális oldaltól, az téved. Csak, csak elnyújtjuk a nemzet halált ezzel. És most a, akkor most elárulok egy titkot, bár szerintem sokan erre már rájöttetek magatoktól is, hogy a Fidesz most azért terjeszti a parlament elé ezt a szigorítást a pedofilokkal kapcsolatban, mert most már szinte napi szinten buknak le Fideszes pedofilok. Tehát ugye mai hír, hogy a bankok ki tájföldi nagykövetet visszahívták. Jelzem, hogy jó, jó, jól gondolkodtok, ha azt gondoljátok, hogy ennek is köze van ehhez. A tájföldi nagykövet, hogy miért kellett hazahívni, méltatlanság miatt. Szerintetek mit csinált tájföldön? No, de hát ott volt a Kaleta ügy, ott volt a győri pedofil ugye egy héttel ezelőtt, a győri pedofil, aki kiment a Dunapartra, vagy nem tudom hol van az a strand, fölvette egy olyan sapkát, amiben kamerát épített be, és oda ment a gyerekek mellé. Egy ilyen beteg állat a Fidesz parlamenti titkára volt. Ez egy hete bukott le, egy hete derült ki, jelent meg a sajtóban. Hát a Fidesz csak ezért terjeszti most a parlament elé. Ha őszintén azt képviselnék, amit mi, akkor már régeség meg kellett volna szavazniuk, amikor mi kezdeményeztük. Hát ez a bajom ezzel. Tehát azzal nincs bajom, hogyha ellopkodja a programunkat. Engem az érdekel, hogyha ők valósítják meg, és Magyarországnak jó lesz. Én örülök neki végre, akkor a tanyámon tudok a kutyámmal birkózni reggeltől estig, meg több időm lesz, nem tudom, boxedzésekre járni. Hát akkor nem kell nagy politikával foglalkoznom, meg a járkánom, Nem Torockai Lászlóról szól a mi politikánk. Nekem az a bajom, hogy a Fidesz nem azt akarja megvalósítani, és nem a magyar haza hazaszolgálatában, amit mi akarunk, hanem csak azért, hogy a hatalmát fent tudja tartani, és még még több vagyont, még több pénzt föl tudjon halmozni. És az, hogy mellesleg emellett a mi programunkból lásd a kerítés, a migráció, vagy ez a pedofil törvény megvalósít néhányat, annak örülünk, megszavazzuk, csak nem vagyunk hülyék. <coughs> A Fidesz megszavazta azt, is, hogy fölemelték 71 jelöltre az országos listállítási küszöböt. Meg lesz -e a 71 jelölt, tud-e országos listát állítani a mi hazánk, vagy meg lesz esetleg mind a 106 körzetben? Ezt ki kezdem ezt a parlamentben? Hát Volner János. Nem, a Volner párt. Összekevered a kettőt, várj, ami Ne keverd össze a Volner pártot Volner Jánossal. Igen. Um, de a kérdésedből, mint hogyha úgy tűnt volna, hogy ezt a Fidesz akarta, vagy ja mindegy, szóval No, tehát, hogy az a, az a helyzet, tudjátok, hogy mi a 106 választókerületben nagyon jól állunk nagyon jól állunk. Tehát én mondtam nektek azt, hogy 20, mennyi, 26 éve kezdődött a politikai pályafutásom. Tehát 20 évesen voltam az ország legfiatalabb képviselő jelöltje a 98-as országgyűlési választásokon, akkor 20 éves voltam, a mi jelöltje voltam, ugyanott, ahol most polgármester vagyok, tehát a Csongrád Csanád megyei kettes számú választókerületben. Én emlékszem, hogy akkor milyen küzdelem volt, pedig sokkal jobb helyzetben volt a magyarság azt kell, hogy mondjam, erősebbek voltunk, többen, tehát számban is többen voltunk még 1997-ben, 98-ban, jobban álltunk. Tehát ahhoz képest most a magyarság létszámban is megfogyatkozva, de törve nem, él itt a Kárpát-medencében. És én emlékszem, hogy milyen kinkeservesen sikerült felállítanunk az összes választókerületben a jelölteket a csapatukkal. Emlékszem arra, hogy 2010 előtt milyen kemény munka volt a Jobbik jelöltjeit felállítani. És azt kell, hogy mondjam, hogy annyi árulás után, annyi átverés után és annyi csalódás után, amin keresztül ment ez a nemzeti tábor, és úgy, hogy mindannyian gyakorlatilag a nyolc órás munkánk mellett tesszük a dolgunkat, én 200 kilométerre a fővárostól főállású polgármesterként, ahhoz képest most a 106 választókerületben olyan kiváló jelöltjeink vannak, és ez nagyon-nagyon komolyan és őszintén mondom nektek. Tehát egyrészt fölkészültek a jelöltjeink, jók a jelöltjeink, de van ennél sokkal fontosabb számomra. Sokkal fontosabb. Amikor Sopronba tartottam egy-két héttel ezelőtt, hogy bemutassam a Soproni választókerület jelöltjét, akkor ugye az autóban beszélgettem a a bajtársammal, ahogy haladtunk Sopron felé, és néztem a telefonban, hogy az önéletrajzát átolvasom, mielőtt a sajtótájékoztatón bemutatom. De hát ugye régóta ismerem az ottani képviselő hiszen egy 64 vármegyés régi bajtárs. És ugye olvastam az önéletrajzát, és az volt öm, öm, beleírva, hogy foglalkozása sörgyártó. És kérdezem a, a bajtársamat az autóban, hogy, hogy ezt hogy mondjam szerinted a sajtótájékoztatón, hogy milyennek a hogy hivatalos vagy, vagy média kompatibilis elnevezés a sörgyártó. Hát ugye a Soproni sörgyár, az egy fontos, nagyon fontos cég. És akkor mondja a barátom, hogy az autóban, hogy hát mondjuk azt, hogy alkohol lepárló mérnök, szakmérnök. <laughs> és, ez ezzel jót nevettünk valahogy Győr környékén, és, és azt azt mondtam, hogy tudod mit? És akkor mi van, a sörgyártó? Hát mi tényleg a magyar népet akarjuk képviselni, a magyar nemzetet és a magyar embereket, a magyar népet. Én hiszek ebben a népben, én hiszek a népemben, én szeretem a népemet. Tehát számunkra az egy nagyon fontos üzenet, hogy mi valamennyi, mi valamennyi részét képviselni fogjuk a nemzetnek. Tehát mi nem valamiféle politikai elitet akarunk teremteni. Számomra a legfontosabb például a Soproni jelölt kiválasztásánál, mivel ott több jó jelölt is volt. Az volt, hogy egy megvesztegethetetlen és rendíthetetlen bajtársat találjunk. És szerintem most, amikor elmentek, vagy elmegyünk szavazni, akkor ez lesz a legfontosabb kérdés. Amellett egyébként, hogy tényleg felkészültek, és tényleg kellenek vidékiek, kellenek budapestiek, kellenek munkások, kellenek parasztok, ettől sem félek, hogy azt mondták a múltkor, hogy baloldali egy kicsit a programunk. Na, és akkor mi van? De mondták, hogy nemzeti, meg szocialista. Hú! Hagyjuk ezeket a politológiai meghatározásokat. Igen, mi a népet akarjuk képviselni, és egyébként állami beavatkozás is kell, hogy mondjak még egy ilyen baloldalinak csúfol dolgot. Kell az állami beavatkozás, rócsildokkal szemben nem fog menni máshogy. Csak állami beavatkozással tudjuk visszaszerezni a nemzetgazdaságunkat, és újra fölépíteni. És igen, nekünk egy ilyen organikus társadalom, társadalmat képviselő jelölt csapattal kell a választásokra nekifutni és a legfontosabb szempont, hogy tiszták legyenek, és olyanok, akik nem fognak minket elárulni, mert az elmúlt 20 pár évben sorban csalódnunk kellett a politikusainkba. Ezek az emberek, 106 olyan jelöltünk van, és olyan csapatuk van, tűzbe merem tenni értük a kezemet, és ami ennél sokkal fontosabb, hogy ráadásul olyan kiváló magyar hazafiak, akik pontosan tudják, hogy mit képviselnek. Nem pénzért, nem úgy kellett összehalászni őket, nem könyörögni kellett, nem ki kellett találni valamilyen trükköt, hogy elvállalja a jelöltséget, hanem pontosan, éppen tegnap beszéltem a ceglét környéki jelöltünkkel telefonon, és pontosan úgy gondolkodik, mint én. Ő is azt mondta, hogy hát figyelj, nem jó kedvemben vállalom. Nem jó kedvemben döntöttem úgy, hogy, hogy vállalom a jelöltséget. Azért csinálom, mert pontosan tudom, hogy a 22-es választás sorsdöntő lesz. És mindent vagy semmit. Tehát itt, itt a nemzet vagy megmarad, vagy elbukik és ezért kell most csatasorba rendeződnünk és indulna a választásokon. Na, ilyen jelöltjeink vannak, Szabi. Tehát nem, hogy a, a, 71 néhány fős küszöböt léptük át, ugye 80 jelöltet bemutattunk már eddig, én úgy tudom, egyetlen egy párt sincs, aki ezt meg tudta volna eddig tenni, hanem mi mind a 106 választókerületben fel akarunk állni. Úgyhogy az, hogy országos listánk lesz, az már nem kérdés. Az a kérdés, hogy három lista lesz, vagy esetleg fölpumpálnak még egy negyediket, vagy egy ötödiket. Ez lesz talán csak a kérdés. Említetted, hogy sok politikusban csalódtál. Gondolom Gyurcsány Ferencben azért nem csalódtál. Tehát róla korábban se gondoltál semmi jót. De nem mehetünk el amellett, hogy a héten volt egy évforduló, ugye az összödi beszéd elhangzásának az évfordulója. Ezt jól meg is lovagolta még a miniszterelnök is. Ugye nem a kiró, tehát nem az, amikor nyilvánosságra került, hanem amikor valójában elmondta ott Balaton összödön a, a MSP frakció előtt ezen a titkos ülésen Gyurcsány Ferenc ezt a beszédet. Ugye a Fidesz jól láthatóan Gyurcsányt állítja be most egy picit soros helyére, tehát hogy ez, ez, ez azért jól látszik a kommunikációjukból, forgattak szigorúan nem közpénzből állítólag, egy filmet is 2006-ról, az MTV ostromról, azokról az események. Egyébként téged megkérdeztek? Mert pici szereped, mintha lett volna benne. Mindegy. Gondolom, hogy nem. Tehát Gyurcsány Ferencben gondolom nem csalódtál. Te egyébként hol voltál, amikor elhangzott az összödi beszéd? Hát nem tudom, mikor hangzott. -e? Április, nem tudom, hagyadik át. Nem, május. Május, 20. Hát, hát, hát honnan tudnám. Azt tudom, hogy a tévészék az ostrom, akkor hol voltam. Meg azt is tudom, hogy hol voltam, amikor kiszivárgott. Éppen a szlovák fogdában ültem Pozsonyban, mert kiálltam Malina Hedvigért, akit ugye azért vertek meg szlovák szélsőségesek titkosszolgálati háttérrel, mert magyarul beszélt. Tehát én éppen a szlovák rendőrség fogdájában ültem. Amiatt. Ezt tanúsítom, mert én hívtalak, hogy gyerekos és nem vetted fel a telefonodat. No, de a filmről, illetve erről a kommunikációról váltsunk már egy-két szót. Ugye, ugye jól gondolom, hogy nem kérdeztek meg, tehát nem, nem kellettél szakértőnek. Igen, már most így 2021-et írunk, most már kezd zavarni. Tehát most már 15 éve engem nem kérdeztek meg arról, hogy mi történt a tévészék akkor. Tehát, Hogy mégis ez az, az, hogy történt? Miközben jogilag engem tettek felelőssé, és valljuk őszintén, hogy tényleg van benne részem, komoly részem van benne. De az a helyzet, hogy, hogy hát kíváncsi vagyok arra, hogy melyik színész fog engem alakítani ebben a filmben. Ugye még a trélerből még ez nem derült ki, hogy ki lesz az a színész. Nem tudom, de hát ugye két lehetőség van az egyik, mivel ugye a Fidesz áll -e mögött a film mögött, ugye két lehetőség van az egyik, hogy egyszerűen kihagynak. Ugye most már látjuk, hogy az egész mi hazánkkal kapcsolatban az elhallgatást választotta, mind a bal liberális, mind a Fidesz. Médiája is egyébként. Tehát most már gyönyörű szépen. Hát most már hónapok óta tartok úgy sajtótájékoztatókat olyan piti kérdésekről, mint hogy az ENSZ-nél kezdeményezzük azt, hogy tiltsák be a, a, az ilyen vírus ugye amiből például a koronavírus valószínűleg elszabadult a világra. Ugye ezek nem annyira fontos ügyek. Biztos nem annyira fontos ügyek. Egyetlen egy újságíró, vagy ugye a távirati iroda, tehát aki a, ami ugye a mi adónkból működik, tehát neki kötelességük lenne eljönni egy ilyen sajtótájékoztatóra mondjuk a parlamenthez, nem jönnek el. Tehát totális elhallgatást választották, Facebook is letiltott, tehát innentől kezdve tényleg nagyon-nagyon nehéz eljutnunk az emberekhez. És hát ugye ez az egyik lehetőség, hogy egyszerűen kihagynak a, a filmből hanem csak úgy spontán ment a tömeg, és ennyi. A másik lehetőség, amit ugye a Fidesz egyébként 2006 után, ugye a TVCKZ ostroma után tett, és ezzel egyébként a mai napig szent és szilárd meggyőződésem, hogy a Fidesz lépései okozták azt, hogy 2006-ban a TVCKZ ostromából nem lett egy forradalom. Tehát, hogy az gyakorlatilag hanvába halt, és ennyi lett az egészből, mert hogyha visszaemlékeztek rá, ugye én azért emlékszem nagyon, mert rólam szóltak azok a hírek, és az engem elég rosszul érintett. A tévészék az ostrom után kettő nappal, ugye addig tartotta az eszmélés, meg a, a kábulat, mármint náluk. Azonnal elkezdték a fideszes média, aztán ugye a balli is átvette, hogy ügynökök voltunk, provokátorok voltunk, pénzért ostromoltuk a tévét, és annyira szép volt néznem az elmúlt 15 évben, hogy hol a Fidesz mondta, hogy, hogy baloldali megbízásból ostromoltuk a tévét, hol a, a baloldal mondja, hogy Fidesz ügynökként ostromoltuk a tévét. Tehát baromi jó. De a kettő egyszerű, ugye nem lehet. És ugye, vagy, vagy ez lesz megint ebben a filmben, nem tudom, te láttad már, hogy meg lehet nézni, én még nem, nem láttam, de egyébként elmegyek majd moziba, illetve nem, bocsánat, nem tudok elmenni, mert a védettségigazolványomat ledaráltam, nem tudom, megnéz a moziba, majd valakit megkérek, hogy vegye föl, és küldje át nekem megnézem, és lehet, hogy jobb, hogyha egyedül nézem meg. Tehát ha a mozibot látnák, ahogy a nem tudom, a pattogatott kukoricámat a vászonhoz hozzádobom, és fölháborodva eljövök, mert elég hirtelen típusú ember vagyok, nem biztos, hogy tudnék uralkodni az érzelmeimen. Tehát, hogyha engem ott bemutatnak úgy, mint 2006 után egyébként részben a Fidesz média bemutatott, leügynöközve, meg nem tudom, mindenféle rágalmakkal engem illetve, akkor az elég rosszul élném át, mert azért, azért elég kemény volt nekünk, nem csak a tévészék az ostroma, hanem azok az évek. Azért azok vége arról szóltak, nem csak nekem, hanem nagyon sok bajtársamnak, hogy, hogy futottunk a, a hatalom elől, mert, mert le akartak minket vadászni valamilyen módon. Nyilvánvaló, hogy a Fidesz ezt most a saját politikai érdekeire akarja felhasználni, és abban igazad van szabad, hogy Gyurcsányról nem érdemes beszélni. Én mindig azt mondtam, hogy ha mondjuk az elmúlt 25 év politikusait végignézem, akikkel nekem vagy együtt kellett dolgoznom, küzdenem, vagy, vagy harcolnunk kellett egymás ellen, én soha nem Gyurcsány Ferencre vagy Orbán Viktorra haragudtam igazán. Én mondjuk ilyen vonagáborokra. Ő rájuk haragszom. Tehát nem, nem Gyurcsány Ferenc. Gyurcsány Ferencnek megvan a szerepe ebben a harcban. Tehát a, a, a világ az mindig olyan, voltak jók, rosszak, volt ilyen pólus, olyan pólus. Gyurcsány Ferenc rengeteget segített egyébként a nemzeti öntudat feltámasztásáért. Tehát amíg, amíg ő volt kormányon, addig, addig sokkal erősebb volt a nemzeti öntudat, főleg a fiatalabbaknál, mint jelenleg. Tehát jelenleg a fiatalok a, a nemzeti úgynevezett jobboldal ellen lázadnak, pedig hát azt hiszik, hogy az kormányoz, de nem. Mert nem mi kormányzunk. Tehát ebből a szempontból én nem, nem gyurcsára haragszom. gyúcsán egy leküzdendő ellensége a magyarságnak, ennyi. De tudjuk, hogy hol van, tudjuk, hogy hol áll. Orbán Viktorról is úgy, mit tudom, én 15 évente tudjuk, mert ugye 15 évente azért változott, hogy ő hol áll, mert volt liberális, most már lassan nemzeti radikális, tehát nem tudjuk mindig, hogy pont hol áll. De azért, de azért őt is el tudjuk helyezni. Azért olyan durva árulás, mint amit mondjuk vonagábor, és mondjuk Szabó Gábor pártigazgató végrehajtott, ők ketten, amit levezényeltek, azért az példátlan a, a nem csak a magyar történelemben, én azt gondolom a, a többi nép történelmében is, csak mondjuk a szerbek, ugye őket ismerem nagyon jól, mert még a mobiltelefonom is csak szerb hálózaton működik otthon, ugye ott a határon, meg csak a szerb rádiót hallgatom, amikor ö, 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 tegnap is zsákolgattam este, és a szerb rádióra. Egyébként jó, mert a szerb zenékre még az ember jobban tud edzeni, de én a szerbeket ismerem annyira jó, hogy ott, ott, lelőtték volna az ilyen politikusokat. Tehát ez kész tény. Tehát ott, ott azért tíz évente lelőnek egy miniszterelnököt is Szerbiában, meg egyes politikusokat. Szerintem azért nem mondom persze, hogy hát ha ebből is, bár most nem, ugye most elhallgatás van, tehát most még abból se csináltak kiírt, nem tudom azt hallottátok, hogy hamon kitettem egy közintézményre, hogy belépés csak magyaroknak. És képzeltek el, még a TASZ se jött el. Még az RTL klub se jött el. Hát főleg azok után, hogy az RTL klubot legutoljára borzasztóan megszégyenítettem, és nem adták le a velem készült interjút. De lejöttek azért, hogy azt hitték, hogy, hogy valami lejárató riportot tudnak rólam csinálni. Aztán kiderült, hogy valójában aki hívta őket, az súlyosan megszegte a szabályokat, törvényeket, és én, mint polgármester, azt tettem, amit minden polgármesternek tennie kellett volna. Amikor ez kiderült, hogy ez rám nézve nem lejárató anyag, hanem ugye én még pozitívan kerülnék ki, akkor törölték, és nem soha nem jelent meg az Erteglub híradóban. Tehát most már, most már ők ráfáztak arra, hogy lejönnek ásatalomra, nem tudnak semmi rosszat bemutatni. Ezért most már nem jön az Ertelklub, és kint van a tábla. Tehát ilyen Magyarországon biztos még soha nem volt. Tehát egy önkormányzati intézmény, ki, hogy belépés csak magyaroknak. Ugye ez egy jótékonysági központ, rengeteg ruhát, bútort, mindenfélét adunk rászorulóknak, magyar családoknak. Rengetegen küldenek, lehet, hogy még közületek is van, aki küldött mindenfélét, ruhákat, bútort, minden. És egyszer csak azt vettem észre, hogy mikrobuszok állnak meg, ugye a környékünket ellepték a, a, romániai, ukrajnai cigányok, akiket ugye hoznak ilyen mindenféle idei munkára, meg egyebekre és velük ugye jött a slepp, és mikrobuszokkal jöttek, megrohanták a... Ugye egyedül ugye nálunk működik jól ez a jótékonysági központ az egész délalföldön szerintem, és megrohanták, és vitték, amit tudtak, kiválogatták a jó cuccokat, amit aztán elvittek piacra, és árulták. És amikor én ezt megláttam, akkor ugye berontottam, kizavartam onnan, vagy 80 ilyen román, meg ukrán cigányt, és kiraktam egy ilyen táblát, hogy belépés csak magyaroknak. És képzeljétek el, hogy az, hogy halmon ezt teljesen simán elviselik a magyar állampolgárok, az ugye normális dolog, mert már ismernek engem. Tudják, hogy amikor tolvajok voltak ásotalmon, azt kiplakátoltam, hogy hol lakik a tolvaj. Egyébként elköltözött családjával együtt az ott a településről, mert, mert, gyakorlatilag nem tudott ott megmaradni. Ugye régen volt, nem tudom, aki Erdélyben jár, az Székelyföldön még lát a templomok előtt ilyen követ. Láttatok már olyat? És odaállították régen a, a, falvakban a, a bűnözőt, a tolvajt, ugye, akit a közösségnek ki kell vetni. És ez működött. Jöttek ki az emberek a miséről, a vasárnapi miséről, volt, aki még le is köpte. Ott kellett állna kövön a szégyen kövön a, bűnözőnek, vagy mondjuk egy ilyen pedofilnak képzeljétek el. Ez úgy működött, ugye ma meg úgy működik, hogy nekik jogaik vannak. A tolvajnak, a bűnözőnek, a rablónak jogai vannak. Na, ez ásotthalmon nem működik. És kérdezettek, hogy korábban mindig az volt, hogy följelentettek engem mindenhol, jött a TASZ, jött az RTL klub, kormányhivatal ugye megsemmisítette a, a mecset, meg a burka betiltó rendeletemet, most már semmit semmit nem csinálnak. Úgyhogy én most, most megyek tovább ezen az úton. Úgyhogy ásotthalmon tényleg megvalósítjuk azt, amit, amit még a mi hazánk is csak álmában tud elképzelni. Még egy, még egy gyors témára, mert már csak három percünk maradt, még arra van idő. Itt a vírus helyzet alatt ugye nem volt túl sok rendezvény, de te mégis szakítottál időt arra, hogy egy szoboravatóra elmenj. Miért volt erre szükség? Ugye Ferencvárosban avattak föl egy nagyon szép színes szobrot, a LMBTQ, nem tudom minek a jegyében. Azt hittem már, hogy a szép Szilágyi Mihály szobrunkról fogunk beszélgetni, hát csupa ilyen, ilyen, rossz témát hozó föl a Szavi. Hát a, a BLM szobor, hogy miért mentem el? Azért, hogy szétverjük. Azért, hogy szétverjük. Én azért mentem oda. Mert hogy, mert, hogy azt kell, hogy mondjam nektek, hogy, hogy tudjátok azért, azért az elég kemény dolog, hogy Magyarországon, Budapesten, Ferencvárosban felállítanak egy olyan provokatív szobrot, amiről maga a DK-s polgármester és maga a magát művésznek valló tehetségtelen művésziskolából kibukott szobrász is előre elmondja, hogy ez egy provokáció. Tehát ők elmondták, hogy provokálni akarják a magyarságot. És ugye miről szólt ez a... Hát szobornak azért ne nevezzük, tehát ez valami fröccsöntött borzalom volt. Ez ugye miről szól, hogy nézett ki? Ugye először is szivárvány színű volt, tehát tudjuk, hogy ez mit jelent. Ez nem egy, náluk ez nem egy keresztény jelkép, ez nem a gyönyörű szivárvány, hanem ez arról szól, hogy a társadalom utolsó pillérét, utolsó tartó oszlopát akarják most kirúgni. Ugye valamikor évszázadokkal ezelőtt ez elkezdődött, ez nem egy új dolog. Tehát a francia forradalom az már erről szól, de ugye nem akarok most visszamenni 3-400 évet a történelemben. Csak ugye haladunk, tehát azt kell észrevenni, hogy a progresszió halad. Tehát először azt mondták, hogy akasszuk fel a királyokat, ugye nem kell a király, stb. a hagyományos állami berendezkedés szüntessük meg. Ez még túléli a nemzetén. Azt gondolom, főleg amikor látjuk, hogy milyen királyságok vannak, ugye manapság, épp a spanyol királyságról beszéltem a minap a YouTube videómban, hogy, hogy köszönjük szépen, ilyen királyságból nem kérünk, tehát ahol, ahol durvább ez a, ez a, liberális deviancia, mint egy köztársaságban. Tehát ilyenkor már nincsenek igazából jelenleg 2021-ben jelentőség, hogy milyen az államforma. Annak van, hogy Magyarországon helyre kell állítani az alkotmányos rendet. Tehát éppen a következő hetekben ezt be is fogom jelenteni, hogy a Mi az mozgalom egyedüli pártként az alkotmányos rendet is helyre akarja állítani, ugyanis jelenleg a Magyarországon egy párt Alaptörvény van, nincs, a, nincs alkotmányunk, és főleg nem a történelmi, főleg nem a Szent Koronához kapcsolódó alkotmány van ma érvényben Magyarországon. Itt kell kezdeni egyébként a rendteremtést. Előtt kíméletlenül szólt, hogy idő van, úgyhogy ezt most nem tudom bővebben kifejteni, viszont ami az alkotmányos rend mellett azért nagyon fontos, hogy az utolsó pillér, és akkor most kihagyok néhány száz évet, az utolsó pillér ugye most már a nemzet tudat tönkretétele zajlik évtizedek óta. Az utolsó pillér az a család. Ugye a társadalom kohézióját akarják megszüntetni, hogy jobban tudjanak rajtunk a rócsildok, meg a többiek uralkodni. Most leegyszerűsítve nincs több idő, mert el fog zavarni. Tehát röviden erről szól ez a történet. Az utolsó pillér az a közösség, amit családnak nevezünk, ami még összetart minket, ettől félnek. Nem a pénz, nem a pénz tartja össze a nemzetet, ha van nemzet tudat. Nem a pénz tartja össze a családot, ha van egy összetartó család. Ezt gondolom nem kell magyaráznom. Azt nem tudják pénzzel uralni vagy megvenni. Olyan erős kötelék. Ezt akarják szétverni. Ez az egész gender propaganda, ez erről szól. Még csak nem is a homoszexuálisokról, mert LMBTQ, stb. Tehát ma se tudjuk, kik vannak benne. Ez erről szól, hogy szétverjék a családokat. És ez a provokáció, ez részben erről szólt. Ezért volt szivárvány színű. A térdelő alak, azt tudjátok, miről szól az pedig arról, hogy a civilizációnkat akarják most erőszakkal megsemmisíteni. A mi hazánk úgy fogalmazta meg, hogy az északi civilizációt, ugyanis mi magyarok a kelet és a nyugati örökséget is magukban hordozzuk, de lehet úgy is mondani, hogy a fehér embert akarják megsemmisíteni, mert ezt így is ki lehet jelenteni. És ez ellen nekünk azért kell harcolnunk, úgy is, hogy szétvertük ezt a szobrot a légió hungáriával, fradi együtt, tehát közös koprodukció volt, én nagyon büszke vagyok a népemre, hogy egyszer értünk oda többen, és abból alakult ki vita, hogy kiverje ki szét a szobrot. Hál' Istennek a magyarság még él, élni akar, és van még egészséges immunrendszere. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Nagyon sokat tudnék még beszélni, de olyan jó program következik, amit nyilván majd mindjárt bejelentenek, ami megéri azt, hogy én most itt befejezzem. Úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm nektek, hogy eljöttetek, hogy itt vagytok és kitartotok, úgyhogy menjünk tovább az úton. Köszönöm.